jó reggelt mindenkinek, szombat van 7 óra, és megyünk a srácokkal zenélni vidéke, ugyanis mi is lehetőséget kaptunk másik 14 zenekar mellett, hogy megmutassuk egy icike-picikét magunkat a Paksi Pop Rock Jazz Fesztiválon. Hogy mi lesz ennek az egésznek a végeredménye, az remélhetőleg ma kiderül. Nektek mi nincs más dolgotok, mint hátradőlni és velük tartani. Izgalmas. Hello! Hello! Hol az a kocsi? Gyere, halljuk be! Na így akkor a fót nyitott be hatig. Itt majd balra! Ne menj ide, hülye! Lerobbant a kocsi sajnos. És ide nem tudjuk betolni, Krisztián, itt jobbra? Ide betoljuk, és akkor most úgy néz ki, hogy a többiek fölvesznek minket. Úton vagyunk Pakson, nagyon izgulunk. Rögtön picit bemelegítünk. Na, megy ez! Krisztián autója lefulladt, Robi jön értünk a busszal. Mert levisz minket a Viktor apukája. Én felveszem a rossz nekem, hogy ne látszódjon a gyalázat. Vagy sírsz. Megbeszéltük, hogy nincs. Nem rögsz. Szia. Neked is. Hát, hogy neked segítsünk, mit figyünk, hogy menj a cuccokra. Semmit, meg vagyok érdül is. Na menjünk, nem Krisz? Aha, jó. Ott töltöttél. Oda ki fog ülni. Hát oda. Én nekem van képem a gerincferdülésemről, az felér egy igazolással. Kisi, tudsz ülni ott rendesen? Vagy az a gitárod miatt nem tudsz? Ez teljesen kényelmes. Vagy hosszú gitárod. És akkor merre van Paksa? Köszönjük szépen! Kisi, meg tudunk állni valahol? Itt? Most? Tényleg mi voltunk az utolsók? Itt az elején, igen. És itt egy aláírás. Jó napot, sziasztok! Na, megérkeztünk Paksra. Itt vagyunk. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a 23. országos amatőr Pop Rock Jazz Fesztiválon itt Pakson. Jó zenélést, jó versenyt kívánok a mai napra! Meg volt a megnyitó, nagyon jó volt, már el is kezdődött a hepaj. Most pedig bepakolunk lassan. Mi olyan 1:30 fele leszünk, Krisztián? Fogalmunk sincs. Most csúszás van szerintem. Most csúszás van. Bepakolunk, aztán szépen lassan bejelentkezgetünk néha, nem? De nézzem, milyen gyönyörű idő van, Krisztián, a legszebb évszak az ősz. Jó reggelt kívánok, előttnek. 18 éves buszunk? 18 éves buszunk előtt. Annyi, mint a Misi, nem? Annyi, mint a Misi. A gitárjával együtt. Na, van egy rossz hírem, hát nem rossz.
Krisz, neked ez meglepően jól megy csinálni. Tényleg, de... Átmegyünk Viktornak a rokonaihoz. Már ez a bóckodás? Hát rock and roll van, az hogy eltévedtünk. Másik irány? Rock and roll! Viktor? Nem, 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 csak a Dunáról nézni ezt, hogy tűzijátékot, de külön engedélyke van most a járulnakhoz. Sziasztok, köszönjük! Hello! Gyertek, gyere, gyere! Ó, gyere! Ó, gyere! Most jövünk mi, és hát nagyon izgulunk, mert nem játszottunk már. Mikor játszottunk utoljára? Októberben? Októberben szerintem. Jó. Na, ha megvagytok, aztán menjünk. Ja, még tanulod a dalokat, igen. A kort, kvint és terc, itt a perc fellépné. Hello, indul a show. Kedves zsűri, kedves online nézők, itt a színpadon a Hitli zenekar készült fel. És szimpatikus, amikor egy zenekar a bemutatkozója a végén az egyéb kategóriában megjegyzi, hogy van éves autópálya matricánk, így másokat is el tudunk vinni Paksra, ha úgy alakul. Most a zenekart nem emiatt válogattuk be a mai tehetségkutatóra, hanem mert jó zenét játszottak itt a színpadon a Hitli! Nos, hát köszöntjük szépen, köszönjük a lehetőséget, sziasztok! Hát Budapestről érkeztünk, mi vagyunk ugye a Hitli, lerobbantunk Pesten, de tök mindegy. Nagyon jó volt az út, és tényleg működik még az autópályád matrica. Három saját dalt hoztunk, ezeket szeretnénk most eljátszani. Nem is húzzuk tovább az időt, az első számunk címe Basszus Lábdob Gong. Minutes later. Later. Kedves fiatalok, hadd kezdem én akkor az elején. Azon gondolkodtam, hogyha 100 pontot lehet adni, akkor az belefér a 101 még talán. Én egyébként nagy kedvelőtök vagyok, igazi rajongó. Hát igen, az van, hogy ebben a szórakoztató típusú
zenei szférában, abban szerintem is ott a hely. Nagyon szellemesen kidolgozott, jól kitalált zene, nagyszerűen mozogtok, jók az emberek a színpadon, ez már volt. A zenekari összkép is tényleg fantasztikus, zenekar vagytok. A legelső szám beindul úgy, hogy a basszusgitáron a felső hang az egy kicsi hamis. Hát és így nagyon-nagyon feltűnt. Akkor elkezdődött az egész, nekem is megütött a fülemet, hogy mintha aláintonálna az énekes. De elkezdtelek nézni, és nem bírtam levenni rólad a szememet. Tehát annyira az Isten is a színpadra teremtett, tényleg, mint a Mick Jagger. Még egy szót szeretném mondani, hogy azt a csörgőt, azt szerintem nem kell elkapni. Tehát az így jó. Jó kiejtés. Flashback. Köszönjük szépen a Hitli zenekarnak. Köszönjük Dávidék a zenélést a Hitlinek, még hát azért egy üveg bor is jár nektek is. Hip hip! Hurrá! Végeztünk, csinálunk egy képet. Igaz, Krisztián, csinálunk most egy képet. Nem, mit csinálsz? Jó? Kérhetnek arra, hogy csinálsz volna egy képet? Tessék? Hogy csinálsz volna egy képet? Inkább több padló legyen, vagy inkább több faj és kocsi legyen. Faj és kocsi. Faj és kocsi? Jó. Most ilyen faj megkülönböztet? Faj meg. Ez a human brass band. Megjött a human! Jól berúgtunk itt a végére. Én berúgtam. Egy unikumot fog kínni szerintem. Nem, ötös. Ötös csöngető. Jó, oké, nem vagyok tökéletes. Ennyivel? De nyomjuk meg az ötöst. De miért akarod az ötöst? Hogy hármas. Köszönjük szépen. Hello! Ja. I was born to be free. Hello. Gyere ki! Azt megeszik még? Hello! Jó estét, sziasztok! Elindultunk fel! Többi. Ja, azt te is jó. Jól tudod? Na, gyere. Volt a gyerekpesve? Másképp kezdve reggel a nap, és másképp át a nap. Most mi van? Köszönjük! Így együtt vagyunk, és van rám nélkül fogadja, vidám kis dalunk. Hogy? Boldog! Boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Hát szerintem ezt most nem tapsoltam semmi. Jó estét kívánunk, mi vagyunk a
most olvassam? Eredményhirdetés van. Köszönjük a résztvevőknek. Mint a zsűri elnöke felolvassam a 23. Paksi Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál eredményeit. Kezdjük talán hátulról azt a bizonyos úgynevezett eredményeket, amiket megpróbáltunk részben a pontozás alapján, nagyrészt a pontozás alapján és egy-két vitatott helyzetbe hosszas vita után eldönteni. A zsűri döntése alapján a fesztivál legszínpadképesebb bandájának járó ajándékosarat a Heatle együttes. Mi vagyunk a legszínpadképesebb zenekar. Köszönjük szépen. A 2020-as 26. szintén 26. Peron tehetségkutatón, ugye ez egy Tatabánya központon. A fellépési lehetőséget nyert a Peron Muzik Alapítvány jóvoltából. A Heatle zenekar még egyet nyert. A 26. Mit? Peron tehetségkutató. 22 Peron tehetségkutató. 23. Országos Amatőr Pop Rock Jazz Fesztivál győztes zenekara. Lehagytál? A Prove együttes. Gratulálok. Nem mi... Az első benzik után meg tudunk állni? Más nem kösz. Na. Köszönöm. Hello. Na, az utunk tart tovább, és nem adjuk fel, mert ez a Rock and Roll! Hú, viszont pisilni, meg kéne, hogy álljunk lassan. Hú, Robi, meg tudunk állni pisilni? Na jó, van, és meg vagyunk jövőben. Krisz, itt van a kocsid. Hát szia, Robi! Várjál, megvárom, hogy elinduljon a kocsitok. Igen, ez a fejedre. Tudom. De Mátét bezárod? Mit csinál? Rossz volt? Nem kellett volna lelőni a... Engedd le az ajtót. Kikerüled a kocsit, jó? Jó, most üresbe vagyok. Itt élek. Jó, figyelj, oké. Ráadod a gyújtást, beteszed kettőbe, és kienged. Tehát a kuplú be van nyomva. Megtoljuk már bizonyos sebességre, és kiengeded a kuplúkat, ennyi. Nyomjad! Jó? Nagyon jó. Jó, vigyázz magad. Jó van. Mész? Ja, igen, van egy ilyen hely.